Hamarosan elkészül, akár 80 cm-es vízszint csökkentő hatása is lehet az épülő beregi árvíztározónak a Tisza-Tivadar és Záhony közötti szakaszán. Kulcságazat a mezőgazdaság. A termelés közel másfélszeresére növekedett az elmúlt 5 évben, hangzott el a 77. országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítás és vásár megnyitóján. Térségi beruházás. Befejeződött Ajak szennyvízcsatorna hálózatának rekonstrukciója és szennyvíztisztító telepének bővítése. Akár 80 cm-es vízszint csökkentő hatása is lehet az épülő beregi árvíztározónak a Tisza-Tivadar és Záhony közötti szakaszán. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A várhatóan november 30-ára befejeződő fejlesztés több mint 30 milliárd forintnyi Európai Uniós forrásból készül el. Az árvíztározó töltésén aszfaltburkolatú utat alakítanak ki, ami majd a kerékpáros és gyalogos turista forgalom fellendítését szolgálja, közel 60 km hosszan. A nagy műtárgy mellett a belvíz csatornákon 25 kisebb zsilipet építettek. A tározó befogadó képessége 58 millió köbméter, a legnagyobb műtárgy a 6 zsilipes beeresztő kapu 600 és 1000 köbméter közötti vizet képes másodpercenként az ártérre engedni. Ez a beruházás egy komplex beruházás, mi úgy hívjuk, tehát nem csupán egy tározó épül, hanem ezzel együtt a beregnek a belvízrendszere is megújul. Ez azt jelenti, hogy amikor a tározót feltöltjük, majd vissza lehet engedni a Tiszába a vizet, akkor egyrészt a Ján térségében épülő úgynevezett leürítő műtárgyon keresztül történhet ez, de történhet északi irányba is, a meglévő belvíz hálózaton keresztül. A beregi térség magyarországi részén 19 településnek jelent nagyobb biztonságot a víztározó megépítése. A Cigándi és a Szamos-Krasznaközi tározóval együttműködve képesek lesznek a szakemberek a Tisza vízszintjét akár Szegednél is 1 méterrel csökkenteni. Én 2001-ben részese voltam az árvízi védekezésnek, akkor tényleg elmondhatom, hogy keményen zsákoltunk az akkori gáton. Bizonyos biztonságérzetet ad az, hogy megépül ez a tározó, mert körülbelül 60-80 centi vízszint csökkenést fog okozni, és ez nem csak a Tivadarnak, illetve a beregítésének, hanem a Tisza vonalán okozhat biztonságérzetet az embereknek. A beregi fejlesztés szorosan kapcsolódik az ukrán árvízvédelmi programhoz, biztosítva ezzel a régiós szintű együttműködést. A mezőgazdaság termelése közel másfélszeresére növekedett az elmúlt 5 évben, a magyar gazdatársadalom pedig bebizonyította, hogy a piaci hatásokra és a viszontagságos időjárási körülményekre is helyesen reagál. Erről Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter beszélt a 77. országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítás és vásár megnyitóján Budapesten. A rendezvényen Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt hangsúlyozta, a mezőgazdaságnak fontos szerepet szán a kormány a gazdaság fejlődésének megalapozásában. Az ország leghosszabb múltú kiállításán minden eddiginél több, 904 kiállító vesz részt. Az őstermelők, kistermelők, kézműves termékeket előállítók egy-egy régió jellegzetes ízeit, termékeit mutatják be. A magyar mezőgazdaság rendkívül változatos, a legkülönfélébb ételeket tudjuk előállítani, hangsúlyozta az OMÉK megnyitóján a földművelésügyi miniszter. A mezőgazdaság termelése közel másfélszeresére növekedett az elmúlt 5 évben. Ez azt jelenti, hogy a magyar mezőgazdaság Európa egyik leggyorsabban fejlődő mezőgazdasága. Sok gonddal, problémával küzdünk, de megbirkózunk vele. A magyar gazdatársadalom bizonyította az elmúlt években, hogy a piaci hatásokkal is meg tud birkózni, és az időjárás kihívásaira is meg tudjuk adni a helyes válaszokat. Ez egy jó alap a jövőre nézve is. A rendezvényen Kövér László, az országgyűlés elnöke azt hangsúlyozta, ahhoz, hogy a termelők ilyen jó teljesítményre legyenek képesek, a magyar állam jó működése is szükséges. Mi olyan magyar államot építünk, amely nem az idegen érdekeket képviseli a magyarok között, hanem a magyar érdekeket az idegen érdekek között, olyan államot, amely az ország teljesítményének növelésével erőforrása és nem tehertétele a nemzetközi együttműködéseknek, olyan államot, amely akár a magyar termőföldet, akár az Európai Unió határait egyaránt kész és képes
határozottan és jogszerűen megvédeni. Varga Mihály nemzetgazdasági minisztere magyar gazdaság kulcságazatának nevezte a mezőgazdaságot. Egyben azt is hangsúlyozta, hogy a következő 20 évben az ipar mellett a mezőgazdaságnak is fontos szerepet szán a kormány a gazdaság fejlődésének megalapozásában. A további kiegyensúlyozott és tartós fejlődés érdekében a kormány az élelmiszer feldolgozó ágazatot stratégiai ágazattá nyilvánította, és elfogadta az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó stratégiát is. A stratégia alapvető célja az élelmiszeripar versenyképességének helyreállítása, elsősorban a stabil finanszírozás, az innovatív és hatékony vállalkozások támogatása, a szakképzés modernizálása és a piaci pozíció megerősítése révén. A rendezvényen élelmiszerdíjjal tüntették ki a Szatmári Konzervgyár Kft-t a magozott megybe főtt szamócával termékéért. A díjat Szórádi Sándor, a cég ügyvezető igazgatója vette át. Befejeződött Ajak szennyvízcsatorna hálózatának rekonstrukciója és szennyvíztisztító telepének bővítése. A fejlesztés több mint 4 milliárd forintból a Felső Szabolcsi szennyvízelhelyezési és tisztítási projekt keretében valósult meg. Az átadó ünnepségen elhangzott, az 5 települést érintő projekt hamarosan lezárul, hiszen október elején a Gyulaháza központú beruházásokat is átadják. Az ajaki szennyvíztisztító telepet és a helyi úgynevezett nyomás alatti rendszerű szennyvízcsatorna hálózatot a 90-es évek közepén helyezték üzembe. Az azóta korszerűtlenné vált rendszert és technológiát a modern kornak és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő szintűre kellett fejleszteni a kivitelező cégnek. Ami problémás volt, a 278 darab átemelő a településen. Ezt kellett átalakítani, a vezérlés technikát távjelzéssel, a meglévő régi rendszert átalakítani GPS-en rendszerre és bekötni az üzemeltetőhöz. Dombrád, Ajak, Gyulaháza, Anarcs és Nyírkarász alakította meg évekkel ezelőtt a Felső Szabolcsi Vízi Közmű Beruházási Társulást annak érdekében, hogy az ezeken a településeken tervezett szennyvízközmű fejlesztéseket közös beruházásként valósítsák meg. Az ajaki rendezvényen a Nemzeti Fejlesztési Miniszter kiemelte, a konzorciumi együttműködések az elmúlt években jól működtek, a következő években pedig szintén eredményesek lehetnek. Önmagában egyes kis település meg tudja találni a saját útját, de nagyobb Európai Uniós forrásokat önmagában lehívni képtelen. Lehet 100-200 ezer eurós támogatásokat lehívni, ilyen nagyot, mint most jelen esetben egy 4 milliárdos beruházást, ezt nem lehet másképp EU szemmel nézve, csak konzorcium összefogással. Ezért, ha mi azt akarjuk, hogy a 2014-2020-as forrásokat megfelelő szinten lehívjuk, akkor igenis tovább kell vinnünk ezt az együttgondolkodást. A rendezvényen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke is azt mondta, a települések társulása fontos lehet a következő években. A TOB-ban is tervezünk, a megyei önkormányzat is partnerséget települési önkormányzatokkal bizonyos célok érdekében, gondolok elsősorban turisztikai fejlesztésekre, közösségi programokra, illetve hát a paktum, a munkai paktum vonatkozásában is azt gondolom, hogy fogunk keresni településeket mi is konzorciális megállapodások érdekében. A Felső Szabolcsi szennyvízelhelyezési és tisztítási projekten belül elsőként a dombrádi beruházás valósult meg, október elején pedig a Gyulaháza központú fejlesztések is befejeződnek, mondta a beruházási társulás elnöke. Kerekes Miklós kiemelte, a több mint 4 milliárd forintos fejlesztés ajaki munkálatai már tavasszal befejeződtek, a próbaüzem után most hivatalosan is átadhatták az ajaki rendszert. Egyik településen önkormányzatának sem és az ott élőknek sem került egyetlen egy fillérjébe sem a projekt, 100% a finanszírozás. 5 település vett részt ebben a programban, Ajak, Dombrád, Nyírkarász, Gyulaháza és Anarcs. Nyírkarász, Gyulaháza és Anarcs településeken egy zöldmezős szennyvízhálózat került kiépítésre, egy közös nagy szennyvíztisztító teleppel. Dombrád városában egy közel félmilliárdos szennyvíztelep rekonstrukció és hálózati rekonstrukció zajlott, itt Ajakvárosban pedig egy 440 millió forint összértékű szennyvíztelep rekonstrukció és bővítés, valamint a hálózaton a szennyvíz átemelő szivattyúk visszajelző, elektronikus visszajelző rendszere épült meg. Az ajaki rendezvényen a fejlesztési miniszter arról is szólt, 2020-ig mintegy 385 milliárd forintot fordítanak majd ivóvíz minőségjavító és a szennyvíz tisztítását segítő beruházásokra.
A kárpátaljai levéltár anyagához a magyar kutatók is hozzáférhetnek a jövőben, ha az adat jegyzékét lefordítják majd magyar nyelvre. Több közös projektben is együtt dolgozik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár a határon túli intézménnyel. Erről Kujbusné Mecsei Éva igazgató beszélt szerkesztőségünknek a 22. nemzetközi levéltári napokon. Értékes iratokkal, családi levelekkel, köztük egy 17. századi oklevéllel is gazdagodott idén a levéltár. Minden évben vannak felajánlók, akik gyarapítják a gyűjteményt. Idén is kétnapos konferenciával, nemzetközi vendégekkel, előadásokkal, filmvetítéssel és kiállítással várták az érdeklődőket a levéltári napokon. Az idei helytörténeti pályázaton lehetett írni a 20. századi háborúkról, traumákról, személyes élményekről. Nagyon érdekes és nagyon értékes munkákat kaptunk, nagyon sok a helytörténet, a település történet, de van egyesület történet, amit érdemes kiemelni, egyház történet, ami nagyon kiváló munka, mert nagyon széles palettája van a pályamunkáknak. A nagy háború kutatásért közhasznú alapítvány az első világháború történetét kutatja. Az alapítvány elhozta fotókiállítását, és vezet egy blogot, amelyben szintén az első világháborúval foglalkozik. A konferencián az isonzói és doberdói eseményekről tartottak előadást. Nyáron volt egy utunk júliusban, az Isonzó Express, ahol 500 utassal voltunk innen a helyszínen, és mindannyian valamilyen szinten érintettek voltak. És hát ők annyi új történetet, annyi élmény, dokumentumot mutattak nekünk, ami azt bizonyítja, hogy még nagyon sok minden van, ami lappang személyeknél, kisebb-nagyobb gyűjteményekben, tehát még bőven van mit föltárni, kutatni, közreadni, megismertetni a közvéleményen. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltárnak több közös projektje van a kárpátaljai levéltárral. Szeretnék a külhoni adatjegyzéket lefordítani, ezáltal a magyar kutatók is hozzáférhetnének a levéltári anyagokhoz, valamint a kárpátaljai okleveleket és az anyakönyveket is digitalizálva a virtuális levéltárba hazahozni. A nemzetközi konferencia holnap Szolyván folytatódik, ahol a Málenki robot áldozatainak emlékparkjában emléktáblát lepleznek le. Napokat, de akár hónapokat is külföldön tölthetnek a diákok az Erasmus Plus program segítségével. A lehetőségről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. A nőknél 10, a férfiaknál pedig 6 csapattal rajtol október elején a megyei kézilabda bajnokság. Tesmájer Gábor, a szövetség elnöke kérdésünkre elmondta, folytatódik a játékvezetői utánpótlás mentor program, valamint ismét megrendezik a Nemzetközi Junior Kupát, valamint a Szabolcs Kupa utánpótlás tornát. 5 megyebeli csapatból 3 tovább jutott a labdarúgó Magyar Kupa országos főtáblájának második fordulójából. A Kisvárda Cegléden nyert 3-1-re, a Nyíregyháza Spartakusz a Vácot verte 4-0-ra, a Nagyecset pedig az Ásotthalom otthonából távozott 2-1-es sikerrel. Napokat, de akár hónapokat is külföldön tölthetnek a diákok az Erasmus Plus program segítségével. Évente 3 pályázati határidő van, 1 októberben és 2 tavasszal. Azok a tanulók, akik élnek a lehetőséggel, megismerkedhetnek egy másik kultúrával, nyelvet tanulhatnak, de akár önkéntes munkát is végezhetnek. A megyei ifjúsági önkormányzat segít a fiataloknak a külföldi tanulmányútak lebonyolításában. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermek és ifjúsági önkormányzat 2007-ben jött létre azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson a megyében működő iskolai diákönkormányzatoknak, valamint a velük foglalkozó felnőtt segítőknek. Tanévnyitó közgyűlésükön ismertették a tanév programjait. Egy-egy ilyen eseményen bemutatjuk természetesen a magát a megyeidöket, valamint a elkövetkezendő programokat mutatjuk be. Ilyen lesz például most nem sokára a Mogyi megyei sportnapok, vagy egy-egy klub eseményt, amit a megyeidök szervez. Az ifjúsági önkormányzat a Központi Ifjúsági Egyesülettel közösen segít a fiataloknak az Erasmus Plus program csatlakozásához is. Évente 3 pályázati határidő van, 1 októberben és 2 tavasszal. A diákok telefonon, interneten vagy akár személyesen is tudnak jelentkezni az ifjúsági irodán keresztül. A tanulók kiválaszthatják, melyik Európai Uniós országba szeretnének utazni, amihez támogatást is kaphatnak. Mi egyesületünk alapvetően kétféle lehetőségben tud
hogy is mondjam, teret adni fiataloknak. Az egyik az Európai Önkéntes Szolgálat, amely keretében akár egy évet is eltölthetnek bárhol Európában a fiatalok. A másik pedig az úgynevezett ifjúsági cserék, amelyek 7-10 napos programok és különböző tematika szerint járnak körbe egy témát, és abban adnak lehetőséget, hogy fiatalok egymással eszmét cseréljenek. Az önkéntes szolgálatra 18 és 30 éves kor között jelentkezhetnek a fiatalok, míg a diákcsere programra már 14 évesek is pályázhatnak. A nőknél 10, a férfiaknál pedig 6 csapattal rajtol október elején a megyei kézilabda bajnokság. Tesmájer Gábor, a szövetség elnöke kérdésünkre elmondta, folytatódik a játékvezetői utánpótlás mentor program, valamint ismét megrendezik a Nemzetközi Junior Kupát, valamint a Szabolcs Kupa utánpótlás tornát. Az NB1B-ben, ahol 3 megyebeli csapat szerepel, az NB2-ben, valamint az utánpótlás bajnokságokban már megkezdődött a szezon, a megyei bajnokságban azonban még nem indult útjára a labda. A szövetség korábban a csapatok létszámának emelését jelölte meg egyik fő céljaként, és ha nem is rohamléptekkel, de haladnak az eltervezett úton. Nagyon nagy örömünkre szolgál az, hogy a 2015-16-os női felnőtt bajnokságban 10 csapattal el fog indulni október első hétvégén a bajnokság. Nagyon nagy öröm az, hogy Balkán csapata, illetve Ibány csapata is, tehát Ibány is, illetve Balkány is egy-egy női felnőtt csapattal fogja magát képviseltetni a bajnokságba, Balkányokba. Az elmúlt években sajnos nem volt induló, most újra az MKS tagjai között köszönhetjük a település kézilabda egyesületét, és bízunk benne, hogy eredményesen és sikeresen fogják venni a küzdelem sorozatot. A férfiak vonatkozásában is van egy kis érdekesség, megyén túli résztvevője is lesz a felnőtt férfi bajnokságnak. Itt a Sárospatak csapata nevezett megyén túli szervezetként. A megyei szövetség egy évvel ezelőtt indította el a játékvezetői utánpótlás mentor programot, amelynek célja a tehetséges fiatal kézilabda játékvezetők képzése, felkészítése volt. Az első évfolyamban végzett játékvezetők sikereit látva nem volt kérdéses a folytatás. Ebben a szezonban is 12 fiatal játékvezető jelölt, illetve már gyakorló játékvezető kerül be a programba. Én bízom benne, hogy hasonlóan, mint a tavalyi szezonban, most is lesznek olyanok, akik NB-s kerettagokká válnak, hiszen nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a tavalyi évben a Jump program keretében mentorált játékvezetők közül vannak olyanok bizony, akik igen szép eredménnyel és igen szép teljesítménnyel elérték ezt az eredményt. Ugye a célunk ez volt tavaly is, amikor életre írtuk ezt a programot, hogy ne csak a sportszervezeti szinten, ne csak a játékosok szintjén tudjuk a megye játékvezető, megye kézilabda társadalmát erősíteni, hanem ugye egy sportdiplomáciai, sportszakemberi szinten, játékvezetői szinten is megtörténjen ez. A szövetségi elnöke elmondta, a terveknek megfelelően a jövő év elején másodszor rendezik majd meg a Junior Kupa nemzetközi utánpótlás tornát, és harmadszor léphetnek majd pályára a fiatalok a Szabolcs Kupa mérkőzésein. 5 megyebeli csapatból 3 tovább jutott a labdarúgó Magyar Kupa országos főtáblájának második fordulójából. A Kisvárda Cegléden nyert 3-1-re, a Nyíregyháza Spartacus a Vácot verte 4-0-ra. A Nagyecsed pedig az Ásotthalom otthonából távozott 2-1-es sikerrel. A Máté Szalka és a Tiszakanyár elbúcsúzott a további küzdelmektől. Egy élvonalbeli csapat búcsúzott a Magyar Kupa országos főtáblájának második körében, a Puskás Akadémia 2-0-ra kikapott az NB3-as Kozár Michelintől. A megyebeli csapatok közül a másodosztályú Kisvárda Mastergood, a harmadosztályú Ceglédnél vendégszerepelt, és hozta 2 góljával, valamint rajci találatával 3-1-re legyőzte a hazaiakat. Az NB3 keleti csoportját vezető Nyíregyháza Spartacus egy fél idő alatt eldöntötte a továbbjutást, Abdurrahman 2-szer, Szokol és Rezes 1-szer volt eredményes, így az NB2 újonca 4-0-ás vereséggel távozott a városi stadionból. A megyei első osztályú Nagyecsed az osztálytárs Ásotthalom otthonában harcolta ki a továbbjutást, a 2-1-re megnyert meccsen Ladányi és Ádámszki szerezte a vendégek góljait. Minőségi szinten készültünk, mint egy NB1-es, NB2-es klub, ezt az önkormányzat és az elnök úr lehetővé tette nekünk, előtte valónap leutaztunk, egy kényelmes vacsora, normális szállásunk volt, tehát ilyen szempontból semmilyen panasz nem lehet, csinált az edző úr egy átmozgató tréninget, utána szabad program, másnap pedig ugyanúgy egy könnyű reggeli, egy ebéd, és készültünk a mérkőzésre, ami hála jó Istennek, én azt mondom, tehát meg is lett az eredménye.
aznap leutaztunk volna vélemény szerint, nagyon fáradt lett volna a társaság, ugye itt mindenki dolgozik, tehát nem profi körülményekről van szó. A mérkőzésen meg egy igazi, én azt mondom, kupa, akár egy bajnoki rangadó is, tehát nagyon jó hangulatú meccs volt, egy nagyon jó ellenféllel szemben, ezt hozzáteszem. Viszont én azt gondolom, tehát hamarabb is eldönthettük volna, ha a játékvezető vélemény szerint egy oktalan 11-es nem ad meg az ellenfélnek. Szerencsére ez úgymond szünetben volt idő helyre rakni a fejeket, és azt mondom, egy nagyot küzdve teljesen megérdemelten jutottunk tovább. A megyei első osztályú Máté Szalka a hazai pályán kapott ki 5-0-ra az NB2-es Balmazújvárostól, a szintén megye 1-es Tiszakanyár pedig a Bács-Kiskun megyei harmadosztályban szereplő Gérdellak vendégeként szenvedett 2-1-es vereséget. A Magyar Kupa harmadik fordulójának sorsolását pénteken tartják, a csapatok pedig október 14-én lépnek majd pályára a következő körben. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Akár 80 cm-es vízszint csökkentő hatása is lehet az épülő beregi árvíztározónak a Tisza-Tivadar és Záhony közötti szakaszán. A várhatóan november 30-ára befejeződő fejlesztés több mint 30 milliárd forintnyi Európai Uniós forrásból készül el. A mezőgazdaság termelése közel másfélszeresére növekedett az elmúlt 5 évben, a magyar gazdatársadalom pedig bebizonyította, hogy a piaci hatásokra és a viszontagságos időjárási körülményekre is helyesen reagál. Erről Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter beszélt a 77. országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítás és vásár megnyitóján Budapesten. Befejeződött Ajak szennyvíz csatorna hálózatának rekonstrukciója és szennyvíztisztító telepének bővítése. A fejlesztés több mint 4 milliárd forintból a Felső-Szabolcsi szennyvíz elhelyezési és tisztítási projekt keretében valósult meg. A Kölcsei Televízió iradóját látták csütörtökön. A legfrissebbekkel holnap este jelentkezünk, híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, záporokkal. Igen nedves, a magasban kelet felől meleg, a talaj közelében nyugat felől hideg levegő áramlik térségünkbe. Éjjel eleinte többször megnövekszik a felhőzet, majd többnyire erősen felhős lesz az ég. Eső, zápor egyaránt várható, helyenként zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 fok körül alakul. Holnap napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, zápor és eső is előfordulhat. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 19 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. A hét utolsó napjaiban többnyire nedves levegő érkezik fölénk, általában borult lesz az ég, szombaton még sokfelé valószínű eső, záporeső, helyenként zivatar is kialakul, vasárnap viszont már csak helyenként lehet futó zápor. A borongós, csapadékos idő miatt tovább csökken a nappali felmelegedés mértéke, de a jövő héten is a felhős idő lesz a jellemző, de már napsütésre is számíthatunk, a hőmérséklet nem változik jelentősen, folytatódik a hűvös idő.